Sziasztok, Ujás András vagyok, és folytatódnak a friss, legeslegfrissebb Eishan sorok a kéziratból, amit itt szeretnék átadni nektek. A 27 oldalból ez a kézirat első fele, már a 22. oldalnál tartunk, és haladunk folyamatosan tovább, csapjunk is bele, ne húzzuk az időt, nézzük. Lépcsőfok, mely feljebb visz, és kapu, amely új utat nyit, amely nélkül nem érnél el célhoz, és én sem az enyémhez. Mert a megváltott jegyben benne van a teljes út és minden érintett állomás. Nem érdemelted meg az időt, az energiát és erőfeszítést, amit már a kezdetektől belefektettem kapcsolatunkba. Elengedtelek, de nem azért, mert már nem szerettelek téged. Az én szeretetem mindig valódi és tiszta volt, hanem azért, mert elpusztítottad az összes esélyt, amit adtam neked. Elfáradtam, hogy keményen próbálkoztam megmenteni a kapcsolatunkat. Elvesztettem önmagam. Elfelejtettem, ki voltam, mielőtt beléptél az életembe, hogy milyen vágyaim voltak, mert a te érzéseidet, szükségleteidet és kívánságaidat saját magam elé helyeztem. Fontosabb lettél, mint saját magam. Miért? Mert szerettelek téged teljes szívemből. Légy egyedül! Inkább, mint hogy csak azért legyél valakivel, hogy ne legyél magányos. Hogy egy halva született kapcsolatba fektes energiát valami olyanba, amiről már az első perctől tudod, hogy nem fog működni. Egy olyan embert érdemelsz, aki önmagadért szeret, a hibáidért talán még jobban, mert ezek tesznek egyedivé, akinek különleges vagy, és ezt minden porcikájával bizonyítja. Minden lány egy olyan embert érdemel, aki biztatja és támogatja, hogy a legjobbat hozhassa ki önmagából, aki betartja az ígéreteit, aki hisz benne és nem fél kimondani, hogy szeretlek. Vannak olyanok, akik tudnak játszani, taktikázni a kapcsolatokon belül. És ezt meg is teszik. Apró hazugságokkal, manipulációval, látszólag ártatlan apróságokkal, amiknek azonban hosszú távon súlyuk van. Tudni kell, mikor kell elengedni és hogyan. El kell fogadnunk, hogy az élet, akár tetszik, akár nem, gyakran kényszerít arra, hogy elengedjünk bizonyos dolgokat. Mindazonáltal az életben hozott döntéseknek mindig ára van. Lehetetlen, hogy minden tökéletes legyen. Ezért fontos, hogy tudjuk, mikor kell elengedni, és hogyan. Meg kell tudnunk találni az egyensúlyt, mert akkor fog tudni csak működni az elengedés, ha mi magunk lelkileg rendben vagyunk. A polaritásnak két alapvető szélsősége van. Az azonosulás és az ellenállás. Mind a kettő fix nézőpontban tart és beragaszt. Lezár, bezár útvonalakat, lehetőségeket, olyan, mintha egy akadálypályára kerültünk volna. Ragaszkodni kezdünk miatta. Nem nézünk rá arra, hogy mi más lehetséges még számunkra. Aminek ellenállsz, azt erősíted. A szabadságunk nyitja a megengedés. A megengedés kulcsa pedig a hajlandóság. Tehát amikor ellenállásban ragadsz, akkor csak tedd fel magadnak a kérdést. Mi az, amire nem vagyok itt hajlandó? A
kérdés éberséget ad, és feljöhet bármi. Van, aki rossz dolgokra nem hajlandó, más a jót tartja távol magától. De mivel minden a teljesség része, ilyenkor valójában önmagunk egy részét zárjuk ki. Azért, mert mi nem vagyunk hajlandóak rá, attól még az életünk része. Akkor is, ha próbálunk nem tudomást venni róla. Mert így kezdődik mindez. Becsukjuk a szemünket, és úgy teszünk, mintha nem lenne. Aki például nem hajlandó rossznak lenni, az nem fogja észrevenni azt sem, amikor mások rosszat tesznek vele. Aki nem hajlandó manipulálni, nem fogja észrevenni, amikor másik manipulálják. Aki nem hajlandó hazudni, nem fogja észrevenni, hogy mások hazudnak neki. A nem hajlandóság a vakfoltunk. De attól, mert mi éppen vakok vagyunk rá, az attól még van. Így ásunk magunknak egy csapdát, aminek a szélén először talán csak egyensúlyozunk, majd később szépen bele is zuhanunk. A hajlandósággal nem válsz azzá a gordiuszi csomót, oldja fel, hogy a hajlandóság nem jelent azonosulást, egyetértést, a hajlandóság pusztán csak az ellenállást oldja fel. Azt az ellenállást, ami addig bebetonozott minket a teremtéseinket elhomályosítva, az éberségünket, ugye? Megnehezítve a lehetőségek megjelenését az életünkben és a választásaink meghozásában. Hajlandónak lenni bárminek lenni azt jelenti, hogy az ellenállás már nem rángat minket tovább, mint egy marionett bábú. Nem tart fogva és nem viszi el az energiánkat. Az ellenállásra ugyanis rengeteg energiánk megy el, ami meggátol minket abban, hogy teremtsünk. Az ellenállásunk feloldásával pedig egyszerűen már nem fog kibillenteni minket az életünkből az, aminek ellenálltunk. Amikor hajlandóvá válsz mindennek lenni, akkor egyre inkább saját teljességedből tudsz működni, és a lehetőségek végtelensége is könnyebben megtalál. Éppen ezért a hajlandóság nyitja meg a teret a megengedés felé. Ha hajlandóvá válsz bármi és minden lenni, akkor megengedésben vagy bármivel és mindennel. A megengedés a minden egy érdekes nézőpont tere. Nincs már vele dolgod. Nem lesz rád hatással, nem billent ki az egyensúlyból, és nem vonzol be olyan helyzeteket, mint egy mágnest, ami csak erősíti az ellenállásodat. A megengedés szabadsága. A megengedés sem jelent egyetértést vagy választást. Egyszerűen szabadságot ad. Hogy bármit választhatsz, bármikor. Ha tehát egy helyzetben nem látod a kiutat, ha beragadtál, akkor tedd fel a kérdést. Mi az, aminek ellenállok, vagy milyen nézőponthoz ragaszkodok, aminek ha nem ellenállnék, amihez ha nem ragaszkodnék, akkor könnyebb lenne minden? Mi az a lehetőség itt, amit nem veszek észre, ami távol tart attól, hogy nagyobb térből is könnyebben válasszak? Mi az, amit nem engedek meg magamnak, amit ha megengednék, megnyílnának a lehetőségek kapui? Mi az ellenállás, amit ha elengednék, akkor régóta cipelt terhektől szabadulhatnék meg? Hány sohám és hány örökkém tart fogva, meggátolva abban, hogy szabadon választhassak a lehetőségek közül? Két érsek éberséget adnak, tudatosulnak általuk sokszor tudattalan működések, ezáltal megnyílik a lehetőség arra,
hogy tudatosan mást válasszunk. És végül pedig, ha eddig esetleg egyetlen kérdés sem tetszett volna, mi a jó neked az ellenállásban, amit eddig nem ismertél el és nem vettél észre? Vagy mire használod az ellenállást, és mi más lehetséges még azon túl, amit elképzelni sem tudsz? A nő, akit egy férfi választ, meghatározza a férfi egész létét. Vannak szelíd nők, akik mellett a férfi léte biztonságos és előre kiszámítható lesz. De vannak a vad, spirituálisan felébredett nők, akik úgy megkavarják egy férfi életét, hogy ő kénytelen lesz változni és változtatni. Nehéz dolog fékezhetetlen felébredett nődek lenni, mert a férfiak szeretik a biztonságos utat járni. Ha azt választod, hogy egy olyan nőt szeretsz, aki felébresztette magában a női erejét, akkor meg kell értened, hogy új, szélsőséges és veszélyes terepre lépsz be, te sem alhatsz tovább. Ha ilyen nőt választasz, a lelked minden része izgalmi állapotba kerül, nem csak a férfiasságod vagy a szíved. Ha átlagos életet szeretnél, válasz inkább egy átlagos nőt. Ha szeliden folyó életet akarsz, akkor csak olyan nőt keres, aki hagyta már magát megszelidíteni. Ha Sakti istennő lágyan csobogó patakjába szeretnéd belemártani a lábujjaidat, akkor maradj a biztonságos, megszelidített nővel, aki még nem vetette bele magát a szent nőiség vadóceánjába. Kényelmes olyan nőt szeretni, aki még nem éreztette fel magában a belső szent erőt, mert ő nem fogja megnyomni a gombjaidat. Nem fog kihívások elé állítani. Nem fog arra ösztökélni, hogy légy a legjobb önmagad, amit csak lehetsz. Nem fogja felébreszteni lelked azon elfeledett, elnémított részeit, amelyet arra emlékeztetnek, hogy lehet az élet ennél sokkal több is. A biztonságos, szelíd asszony csodálatosan kielégítő és megnyugtató lesz az egód, a szíved és a tested számára. Csendesen kísér majd téged, és úgy fogod érezni, hogy szükség van rád. Felelős vagy dolgokért, beteljesített férfi szerepedet. Ha ez elég számodra, fogadd el, szeresd őt tiszta szívből. Maradj hű hozzá, és köszönd meg minden nap a kedves, veszélyt nem jelentő női jelenlétét az életedben. Ha ez nem elég neked, ha a szíved, a tested és a szellemed a másik fajta asszony iránt vágyakozik, a vadnő után, akkor tudd, hogy a lélekformáló változás edényének peremén egyensúlyozol. Tudd, hogy komoly választás a tiéd, karmikus következményekkel. Azt választod, hogy egy olyan nő aurájába és testébe hatolsz, akiben tombol a spirituális tűz, akkor elfogadod, hogy a növekedéshez szükséged van bizonyos veszélyre és kockázatra. Ha egyszer elkezdesz egy ilyen nőt szeretni, akkor teljes felelősséget kell vállalnod azért a változásért, ami az életedben bekövetkezik. Az életed nem lesz mindig álmoskásan kényelmes. Az életed nem fogja engedni, hogy a régi módon és a megszokott rutin szerint éld. Radikálisan új ízű és illatú lesz. Megéget a vadnő jelenlétének tüze, és ez a fény elektromos szikrákat küld egész csakra rendszeredbe, ráhangolva téged az isteni elhivatásodra. Ha azt választod, hogy szexuálisan és szerelemmel is egyesülsz egy felébredett nővel, akkor férfias bátorsággal, félelem nélkül kell besétálnod az ismeretlenbe. De olyan ajándékokat kapsz majd, melyet az elmét fel sem képes fogni. Be fog avatni téged a misztériumok és a mágia felfedezetlen világába. Vezetni fog téged, megbabonázva és szerelemtől részegen az érzéki extázis és csodabod erdejébe.
Megmutatja neked a szent egeket és az izzó csillagokat oly módon, hogy csodálkozni fogsz azon, hogy vajon ugyanazon a bolygón vagy-e, amelyen születtél. Meg fog törni téged és feltépi a belsődet, hogy a heves és szenvedélyes szíved beleőrül a vágyakozásba. Ez tuti biztos, és innen fogjuk folytatni. Azzal a mondattal, hogy úgy fog látni téged, ahogy addig még senki. Gyönyörű szép elsan sorok, bölcsességek, érzelmek, mélyről jövően a videónkban. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok! Innen folytatjuk tovább. Császtok!